A Georgikon Európa első legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye. Festetis György 1797-ben alapította az intézményt. A gróf saját és mások birtokaira is képzett agrárszakembereket. Az ország mezőgazdaságának javítása érdekében a Georgikon 225 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepség sorozatot emléküléssel nyitották meg, melynek védnöke az alapító leszármazottja, Herceg Festetis György volt, aki Covid betegsége miatt online köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, ha nem kellett volna 1945-ben 3 évesen elmenekülnie Keszthelyről, biztos a Georgikon hallgatója lett volna. Hozzátette, a Georgikon alapításának évében nagy változások történtek Európában, és így lesz ez az elkövetkező években is. Hogy fog kinézni a Georgikon és Keszthely 25 év múlva, mikor a 250. ünnepség lesz? Nem vagyok elég bátor ezt előtre látni, de csak kell mondani, hogy biztos más lesz, mint várunk. A kampusz legrangosabb elismerésével, Georgikon emlékéremmel tüntették ki az ünnepségen Dublec Károlyt, aki 2003 és 2013 között dékánja volt alma máterének. Méltatásában elhangzott, hogy vezetése alatt nőtt a hallgatói létszám, és számos stratégiai jelentőségű projekt valósult meg. Örülök, hogyha úgy gondolják a többiek meg a külsősök, hogy ez nem volt egy értelmetlen időszak az intézmény életébe. És nyilván akkor nem lesz az értelmetlen, hogyha ez majd a jövőt is valamilyen szempontból megalapozza, és amiért dolgoztunk, nem csak én, hanem nagyon sokan itt Keszthelyen, vezetőként vagy nem vezetőként, az hosszabb távon fönn tud maradni. Szintén Georgikon emlékérmet vehetett át Polgár J. Péter, aki 2 cikluson keresztül állt a kar élén. Regnálása alatt meghatározó szerepe volt több sikeres fejlesztés kivitelezésében és az oktatott szakok megújításában. Számomra a Georgikonhoz való tartozás egy valódi közösségi élményt jelent, amióta itt dolgozom, és minden egyes választott vagy pályázott pozíciómban megélhettem ennek a valós összetartó erejét. Ennek a kisvárosnak, ennek az egyetemi kampusznak a múltja azért néha elég viharos volt, de maga ez a közösség, ami itt kialakult, ezeken a viharokon nagyon sokat segített átevezni. Az emlékülésen számos neves előadó lépett pódiumra, Festetis György munkásságáról, az által alapított intézményekről és mecénási tevékenységéről szóltak a meghívottak. Köszöntőt mondott Nagy Bálint. Keszthely polgármestere méltatta a kampuszon zajló fejlesztéseket, és támogatásáról biztosította a felsőoktatási intézményt. A Georgikont méltatta a megyegyűlés alelnöke, Ruzsics Ferenc. Az ünnepséget a Georgikon alapítvány szervezte. Nagyon-nagyon sok minden történt az elmúlt 225 évben. Ez felsorolni is lehetetlen vállalkozás. Hát ma azért megpróbáljuk majd 11 előadás keretébe érinteni ezt a témakört. De egyébként meg szeretném jelezni, hogy nem csak erről az egy rendezvényről van szó, hanem ez egy emlék, az emlék évben egy sorozat indul a mai rendezvényünkkel, és legalább 8-10 rendezvényt fogunk még tartani, amelyek nyilván illeszkedni fognak ehhez a szép évfordulóhoz. A jubileumi évben gazdász találkozót is rendeznek, de olyan hagyományos programok sem maradhatnak el, mint a sárgulás.